Hölgyeim, uraim, minden bizonnyal Rejtő Jenőn nevelkedtek azok, akik a hétvégén egy Pécs közeli település kocsmájában összeverekedtek. Az eset megdöbbentő, és úgy kezdődött, ahogy ez lenni szokott, valaki valakit valamiért megütött, illetve már senki sem tudja, hogy miként kezdődött a pofoszkodás, de ezek a képek önmagukért beszélnek. Üvegek röpködtek, székek repültek, csont tört, illetve súlyos sérülések keletkeztek. A csihi-puhi mindaddig tartott, amíg a rendőrség ki nem érkezett a helyszínre. Egyébként a pécsi kapitányság járőrei már többször bizonyították, hogyha szükséges, akkor nagyon gyorsan tudnak cselekedni, és természetesen ilyenkor az ügyelet mindig sok kocsit irányít a helyszínre. Pillanatokon belül véget vetettek a verekedésnek, ez valakinek a haja a végén, azt is kitépték, szinte megskalpolták az egyik vendéget. Csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult büntető eljárás. Van két fiatal vendégünk, a Baranyai Főkapitányságon ma köszöntötték azokat a fiatal rendőröket, akik holnaptól, holnap utántól szolgálatba állnak. Pál Ágnes törzsőrmester, illetve Kincses László őrmester figyelték a képeket. Gondolom az első szolgálatban nem ilyesmire várnak, nem ilyen intézkedésre. Hát szeretnék valami nyugodalmasat, de mégis valami olyan eseményeket szeretnénk tapasztalni, amiben részt tudunk venni, tudunk segíteni a járőröknek, és de ne ilyen fokozatosan, legyen. Hát ne. Csatlakozom az Ágnes véleményéhez, először az ilyen kisebb, egyszerűbb dolgok történjenek, és utána már jöhetnek a kemények is. Reméljük. Biztos, hogy találkoznak majd ilyesmivel, biztos, hogyha itt dolgoznak. Keresen meg tudjuk majd oldani. Húzamosabb ideig. Néha nem talál az ember magyarázatot a vandál rongálásokra. Ugyancsak a hétvégén történt, egy Vestel-bolt kirakatát zúzták be, tetemes kárt okozva, és nem hiszik el, hogy mivel. Az üzlet előtt található vasrácsot emelte föl valaki. Hát találgatni lehet nyilván, hogy ki volt ez és miért, vagy kik voltak és miért tették és dobták be az üzletbe. No comment, ilyesmire nincs magyarázat, csak úgy, mint a telefonfülke rongálásokra, illetve feltörésekre. Az utóbbi időben többször adtunk hírt ilyesmiről, legutóbb vasárnap éjszaka Keszűben ezt a fülkét törték föl. Egy szervezetten dolgozó csapat tagjait keresik a rendőrök most már hetek óta, akik egy speciális szerszám segítségével tényleg villámgyorsan nyitják ki a fülkét. A MATÁV megpróbál ez ellen védekezni, a fülkék riasztóval vannak ellátva, tehát jelzik, ám az elkövetők mindig olyan gyorsak, hogy amire az első járőr odaérkezik, már nem találják őket, de reméljük, hogy ez a sorozat nem sokáig tart, előbb-utóbb véget ér. Mindig el szoktuk mondani ezekben a műsorokban, hogyha megfelelő a biztonság, a védelmi rendszer, akkor megelőzhető a bűncselekmény. Így volt most is, egy raktárat próbált valaki feltörni, felfeszítette ezt a vashálót, itt van róla még egy kép, az üveget kitörte, megpróbált bemászni, és ekkor jelzett a riasztó. Itt vannak az üveg maradványok, ezt rögzítették a technikusok. A kár minimális, amennyiben bejutnak az elkövetők, akkor nyilván jóval nagyobbat tudtak volna kaszálni, hiszen rengeteg ítelféleség, cigaretta, egyéb áru volt ebben a raktárban. Tehát újfent arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ne sajnálják a pénzt a különféle riasztókra, az ajtók megerősítésére. Van még egy jó hírem a végére. Ugye múlt héten beszámoltunk arról, hogy két hétvégi ház feltörő is lebukott, számolatlanul törték fel ezek az urak a hétvégi házakat Pécs környékén, és megkezdődött természetesen a nyomozás. Egyre több olyan helyet rekonstruáltak, ahol itt a személyiségi jogra tekintettel még a kutyát is, úgy látom, kollégáim elhomályosították, ahonnan kisebb-nagyobb értékeket, értéktárgyakat lopott el a fiatal ember. Most körülbelül 500-nál, vagy még többnél, 60 helyszínnél tartanak, de hát ilyen helyekre tört be ez az úr. Mindent vitt. A kár egyébként lassan eléri az 1 millió forintot. Tehát ennyit erről a bűncselekményről, és most újból vendégeinké a
szó. Ott hagytuk abba, hogy ne legyen ilyen kemény szolgálat. Az első, mikor lesz az első egyébként? Nekem holnap után éjszakával kezdek mindjárt. Várja már nagyon. Nagyon-nagyon várom, hiszen erre készültem már 2 éven keresztül, és most végre teljesen. Izgul is egy picit. Természetesen bennem van az a kis dugszerűség. Ez kell is, egészséges lábadás. Persze kell hozzá. Laci? Nekem szerdán nappal lesz, reggel fél 8-tól este fél 8-ig az első szolgálatom. Természetesen bennem is van egy kis druk, de igyekezünk leküzdeni. Majd utána már könnyebb lesz. Én beszélgettem önnel délelőtt a főkapitányságon, amikor véget ért az ünnepség. Egyébként gondolom, nem titok, hogyha elmondom azt, hogy Sárközi Ezredes úr Barony, a főkapitány ön külön kiemelte, hogy jól teljesített az iskolán, és akkor nekem elárulta, hogy mindig is rendőr szeretett volna lenni. Igen, gyermekkorom óta már rendőr. Ez szóval ez az indítatás volt valaki. Végülis nem tudom, mert senki ismerős nem volt itt a rendőrség állományában. Ez valahogy kialakult. Én megpróbáltam bennem volna lebeszélni az önszülei. Szüleim is ellenezték, aztán mivel ez a vágyam, így támogattak mindenféleképpen abban, hogy sikerüljön végezni minden a tervemet. Laci? Nekem sok ismerősöm volt, akik jelenleg most is a rendőrségnél dolgoznak. Megtetszett az itteni munka, érdekelt, hogy hogyan dolgoznak, miként látják el a feladataikat, és ennek alapján éreztem úgy, hogy megpróbálom az iskolát. Amit eddig megismert a rendőrségből, amit eddig kapott az iskolán, az amire várt, számított, nagyjából bejöttek-e? Nagyjából, igen, erre számítottam. Ott az elméleti oktatást nagyon előnyösen jól végzik, de a gyakorlati részt én úgy gondolom, hogy itt a közterületen tudjuk majd megvalósítani, és az elméleti részét majd itt tudjuk a gyakorlatban. Egyébként ez az iskola mit adott? Mennyire volt jó felkészítés? Főleg elméleti, azt teljes hatályos jogszabályok, hatályos törvényeket oktatták, viszont sajnos a gyakorlatra elég kevés hangsúlyt vektettek. Nyáron egy-egy hónapot lehettünk kint a közterületen, ahol végül is próbáltak a mentoraink mindenféleképpen segíteni, hogy megismerjük a tényleges rendőrségi munkát. Azt még nem kérdeztem, hogy hol teljesítenek majd szolgálatot. Pécsen a központi rendőrös területén mindketten a közrendes állományként, tehát járőrként kint az utcán. Mi a jó rendőr tulajdonsága? Kiből lehet jó rendőr? Hát mindenféle tulajdonságból kell elég sok ahhoz, hogy valaki jó legyen, tehát mind emberséges, mind jó hozzáállás az emberekhez, becsületesség, tisztesség, tehát mindenféle. Mi a legfontosabb ön szerint? Hát az az egy, ami az nagyon emberség, kell. Tehát az, hogy mindenkihez hozzáállni, és a becsületet. Ez egy nagyon fontos igen, dolog. Igen. Ezt az amerikai rendőrök is, illetve nekik is tanítják. Ön hogy látja? Én úgy gondolom, hogy mindenekelőtt a legfontosabb a lakossággal, az emberekkel való kapcsolattartás, megfelelő viselkedés. A rendőr szolgálatban legyen mindig jól felöltözve, vagy jól magaviselt, fegyelmezett és feladatát. És határozott, én azt hiszem, ugye? Igen, igen. Egy hölgy, hogyha mondjuk egy ilyen kocsmai verekedés helyszínére kimegy, akkor ott hogy tud határozott lenni? Tele van részegekkel, ordibálnak, én már sajnos, vagy szerencsére nem is tudom, hogy mondjam, de láttam már ilyet közvetlen közelről. Fognak erre hallgatni, hogyha bemegy oda, és hát hagyják abba a jogsértő? Meghatározott fellépésem lesz, szerintem fognak rám, hogy hallgatni. Nem csak egyedül leszek, tehát ha egyedül mennék be, akkor lehet, hogy annyira nem, hiszen azt mondják, hogy nő vagyok. Így azért a megfelelő fellépés szerintem. Ez okozott már problémát, hogy nő rendőr? Tehát ez esetleg valami konfliktus helyzetet még nem? Nem hallottam még ilyenről, mindig ők is ugyanúgy végig tudták vinni azt az intézkedést, amiben belefogtak, tehát nem volt. Ez egy nagyon kemény munka, azt gondolom tudja, ugye? Hát szeretnék megfelelni ennek a munkának. Iszonyúan nehéz helyzetben van a rendőrség, ezzel tisztában vannak. Ez a testület most nincs a csúcson, és talán a fiatalokon is múlik a most idejövő kollégákon, hogy fel lehet-e majd újból hozni. Természetesen nem csak önökön, de nagyon sok a kezdőkön. Mire számít e téren? Hát nagyon reménykedik mindenki egy jobb, szebb jövőben. Itt látható, hogy a fizetésemelések is aránylag szépen megemelkednek, vagy meg fognak emelkedni. Igen. Több lesz a fizetés. Több lesz a fizetés, felszereltebb, korszerűbb lesz a rendőrség, reménykedünk. És hogyha az unióba belépünk, akkor mindenki bizakodóbb lesz. De gondolom itt nem első a pénz és a fizetés nem volt, amiért ide jöttek. Nem, hát természetesen jobbá, biztonságosabbá tenni a
városunkat. Tehát ez az elhivatottság. Igen, igen, igen. Mit tudnak Pécs bűnügyi helyzetéről? Mennyire fertőzött ez a város, illetve ott, ahol majd szolgálatot teljesítenek a belvárosban, milyen bűncselekményekkel találkoznak? Hát tudunk róla, tehát az erről már felkészítettek. A vásárcsarnok, az állomás, meg a történelmi belváros, amelyik fokozottan a frekventált hely, ott inkább a zsebtolvajlás, de a hétvégi házak a hegy oldalban ott is, az is megjelenik. Hát én azt hiszem, akad munka. Az biztos lesz, szerencsére. A főkapitány úr milyen útravalót adott? Mivel bocsátotta el önöket, illetve fogadta be önöket, így pontos? Mit mondott? Mindenkinek sok sikert kívánt a szolgálatban, mindenek előtt sok sikerélményt. Megfelelően lássuk el a feladatunkat, jogszerűen, szakszerűen intézkedjünk. Ez nagyon fontos, azt hiszem. Igen. Nagyon idegesek az emberek az utcán, rendőrt látnak, akkor nem örülnek, tényleg higgatnak, nyugodtnak kell lenni, és közben betartani a szabályokat. Igen, igen. Ez. Találkoztak már a kapitányukkal is délután, cserépezredes úr mondott valami. Ugyanazokat mondott, végül is jó tanácsokkal látott el minket, hogy hogyan végezzük. És akivel majd minden nap találkoznak, itt van a parancsnok úr is, igen. Itt kint. Lehet, hogy ő is izgul egy picit, bár ahogy ismerem, ő már öreg rutinos. Öreg Róka, biztos mosolyog most, hogy nézi önöket. Ő mit mondott? Adott-e valami fontos tanácsot a pályakezdőknek? Természetesen ő is végig mellettünk volt, és végig segített, és ő is sok mindent kíván nekünk, tehát tényleg a sikerélményeket, azt mondta, hogy az is nagyon fontos, hogy így még nagyobb legyen a buzgalom, és a fokozott a figyelés meg a szakszínű. Kollégák, velük is találkoztak már. Igen, igen, a mentoraink nagyon sokat segítettek, ők is tanácsolták, hogy mindent bele meg. Szülők mit mondtak? Hát támogatják ezt a munkahelyet, és persze, hogy féltenek, mint minden szülő. Hát a rendőr persze féltik. De biztosak benne, hogy sikerül azért egy idő után belerázkodni, és minden menni fog. Áginál már beretörődtek, gondolom. Nekem már bele volt idejük. Köszönöm szépen, és nem tudok én sem mást kívánni, csak sok sikert, jó munkát, sok nyugodt szolgálatot, mert az a jó, hogyha nincs sok intézkedés. Köszönjük. A mai műsor elkészítésében a Pécsi Kapitányság bűnügyi készenléti szolgálatának munkatársai, illetve a hármas őrs nyomozói segítettek. Legközelebb szerdán jelentkezünk. Hölgyeim, uraim, a viszontlátásra!